Bibliából, Ézsaiás könyve 9. fejezetéből egy igevers, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik, csodálatos, tanácsadó, erős Isten, örökkévaló atya, békesség, fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. Erre az eseményre emlékezünk, és igazán nagyszerű program adódik a számunkra, hogy megünnepeljük ezt a 2000 évvel ezelőtti eseményt. És én át is adom a szót, hiszen mind a gyermekek, mind a kórusok, mind a VSK kiskorusok, minden résztvevő, aki ma szolgálni fog, izgalommal várja, hogy elmondhassa, megénekelhesse, zenével ecsetelhesse a számunkra, hogy milyen nagyszerű esemény történt az emberiséggel 2000 évvel ezelőtt. Fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat.
földünket betötte, hogy szállott gyermekálmok rögte a fényes ég felé, az égi trón elé, de téged nem talált meg. Az égi gyermeket kereste, akiről ha leszáll az este, csodálatos mesék borulnak vágytól égő gyermek szívekre. Az égi gyermeket kereste, és nem talált rád, nem ismert meg, hiszen te nem vagy többé gyermek. Szétfoszlottak a régi álmok, meghaltak a mesék. A karácsony palángjait oltogatták hideg szelek, még mindig nem ismertelek. Sok évbe telt, s ha te nem jössz elém, megváltom, uram, messiásom, ma sem ismerlek én. Hála neked, hogy megkerestél. Ó, most már van karácsonyom, s adventi nap csodavárásom. Megcsaltak mind a régi álmok, de benned nincs csalatkozásom. Benned mindenem megtalálom. A valóság szebb, mint az álom. Thank you.
pillanat volt-e valójában az a különös betlehemi éjszaka, vagy egy év, talán évszázadok? Ki tudja? Hiszen ha Isten órája a nagy univerzum mozdulatlan, akkor ezer esztendő annyi volt a pásztoroknak, mint egy tovatűnő tegnapi nap, mint egy őrjárás mérő éjjel, és egy nap, mint ezer esztendő. És abban a titokzatos, ünnepélyes pillanatban, az istálló, félhomályos, párás hangulatában, a jászolt övező égi fényben jelen volt az örökké valóság, a kezdet legyen szava, a teremtés oratóriuma, a teremtett világ végkacagása. Éden két boldog lakójának a minden igen jó állapotában való egymással ragyogása. Majd a sok kigondolás és a bűn fájdalmas sontása, és a gonosz látszólagos viadalom. Benne volt abban az éjszakában az új teremtés mennyei terve, az ige teste töltése és közöttünk lakozása. A küzdelem vége láthatatlan sora, a betlehemi gyermekgyilkosság ártatlan áldozatainak és az arénák hőségnek vére. Egy hosszú zarándokút kezdete és a diadalmas célbaérkezés. Ott volt ebben a nyomorúságos istállóban Heródes és Pilátus, a Jézust vádoló hamis tanúk, a főpapok és írástudók, akik tudták a proféciák üzenetét, de nem akartak elmenni Betlehembe. Ott sorakoztak a bélpoklosok, a bénák, a vakok, a koldosok, Barabás és a két lator, a feszis meget kiáltozók, és azok, akik által szegezték, és a kiválasztott tanítványa. Azon a csodás éjszakán ott voltál te is, és én is. Hol az egyik, hol a másik szerepvállaló tömegében. Mindenki eljátszotta a szerepét, amelyet önként vállalt. Tökéletességgel és hűséggel. Mi is azon az éjszakán születtünk. Az angyalok énekkel nekünk is szólt. Állok a mozdulatlan ég alatt, és látom, mint a betlehemi jászol bölcsőből víres kereszt, majd fényes, királyi trón lesz, az istállóból égi fontra. A jászolban fekvő kisdedben felismerem a kereszten függő töviskoronás Isten fiát, majd meglátom benne a trónon ülő királyok királyát. Ott érdel előtte a hosszú történelem minden szereplője. Azok is, akik akkor azon az éjszakán nem jöttek el Betlehembe. Ott voltam én is azon az éjszakán, mert én is Betlehemben születtem. Betlehem a létezésem bölcsője. Ott kaptam hatalmat, hogy Isten fiává legyek. És ha ezzel együtt is jár a kereszt. Uram, add, hogy azon a napon, amikor királyként megjelensz, azon az áldott ünnepnapon, mint megváltott gyermeket, akinek hatalmat adtál, hogy fiatá legyek, én is ott lehessek, szentséges trónod közelében. Amen.
teremtett engem, és önmagát adta életem. Este négy szem közt Jézussal.
szívem ünnepi hálaadással köszönti földre jöttöd ünnepét. Robotos hétköznapok sodrában titkos csillagösvény fut most elém. Elindulok, csodaváró, csendes reménységgel, találkozni veled, Jézus, szelíd szívű mester, világ üdvözítője. Arcodra tekintek, szemedbe nézek, s bár fényévek választanak el tőled, most mégis szívdobbanásnyi közelségben vagy hozzám. S csillagtengereken át szeretetet ver aranyhídat, s az irdatlan messzesség áldott közelségé szelidül. Ma este csöndben leakasztom vállamról a gondok batyuját, s úgy lépek eléd, mint akinek nincs semmije, semmije. Koldus szegény szívem, tenyeredbe teszem, s úgy tartom eléd, kendőzetlenül, szánandó szegényen. Nézd, betlehemi Jézus! Porszemmé zsugorodok csoda fénykörödben, s a szívem riadt madárként verdes, s szárszegetten bús ritmus dobol. Világok omlottak össze bennem, s mit öntöménezéssel magamra aggattam, kacattá válik, szélőrvény szánalmas prédájává. Kegyelemért eseng a lelkem, földre jöttött szent ünnepén. Ajándékozz nekem, Jézus, szereteted melegét, hogy áttörhessek énem rácsain, hogy legyőzhessem önmagam, s hogy neved a zászlom lehessen, s hogy másokért hevüljön szívem, s hogy földre jöttött szent csodája életté váljon bennem.
kedves ünneplő gyülekezet! Én magam, ha próbálnám jobban megrendezni a mai estét, akkor nem sikerülne, hogy pont olyan gondolatokkal jönnek elő a versekben, a fiatalok, az énekben, ami kicsit előkészíti azt, amit én is szerettem volna mondani. Hú, esik. Itt van a karácsonyi hangulat. És hogy azon gondolkodom, hogy vajon ilyen külső körülményekkel azok, amik biztosítják a találkozást Jézussal. Nem tudom, elhangzott tényleg az énekben, hogy vajon ott lennél-e? Olyan útra kellnél, ha 2000 évvel ezelőtt élnénk, 2020-30 évvel ezelőtt, akkor felkerekednél, hogy ha már úgyis tudod, hogy Betlehemben meg fog születni a megváltó, és hogy csak egy olyan maroknyi embercsoport lesz jelen, vajon felkerekednél, elmennél? De ha legalább akkor nem tudtam ezt megtenni, mert egy páran megtették, aki igazán akarta, megtette. Aki több ezer kilométerről indult el, az is odaért. Napkerti bölcsek, ki tudja, milyen távolságot tettek meg, de hát többet, mint amit nekünk meg kellett tenni, meg kényelmetlenebb utazási eszközeik lehettek. De ott akartak lenni, és ott voltak. A pásztorok a mezőről, nem messziről, tudták, hogy hova kell menni. Herodesnek az emberei, amikor beszámoltak arról, hogy ha az új király, aki megszületik, meg kell születnie, hogy tudták, hogy a proféciák is megírták, hogy hol kell lenni, el is mentek a városba, kicsit késve, de szándékuk sem volt a legtisztább, de ott voltak. Amikor 2000 évvel ezelőtt Jézus a földre jött, aki szeretett volna, el tudott jutni oda. Na most azon gondolkodom, hogy 2000 év múltán, ma, hogy lehet találkozni Jézussal? Mi csináljuk ma ahhoz, hogy találkozni tudjuk Jézus. Az egyház biztosíthatná, hogy találkozzunk Jézus. Nem tudom, milyen ötletünk lenne erre. Nem tudom, építsünk egy Betlehemest. Jó ötlet is, meg nem is. Hogy lehet ma találkozni Jézussal? Hol keressem? És amikor ezen gondolkodtam, akkor egy ige szakasz jutott elém a következő gondolatokkal. Örüljetek az Úrban mindenkor, ezt Pál apostol mondja. Ismét mondom, örüljetek! Egy ilyen közbevetés, aki szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, azt mondja, az Úr közel. Tehát akkor hol van Jézus? Azt mondja, hogy az Úr közel. Talán először arra gondolom, hogy ez biztos időben gondolta, hogy Jézus megígérte, hogy visszajön, és ez a második eljöveteléről szól. Mindenféle görög nyelvlecke nélkül két szót azért emlék, Kyrios, ugye ez az Urat jelenti, tehát hogy az Úr közel, Engus, ez pedig azt jelenti, hogy fizikailag közel. Isten közel van hozzánk. Hát de hol? Hol keresem a Krisztust ma? 2023 karácsonyán hol keresem? Hova kerekedjek föl? El lehet menni Zarándok útra. De talán nem ez a legcélszerűbb, mert jártam már Zarándok úton Betlehembe, de nem az a Krisztussal találkozásnak a egyetlen esélye, vagy igazából nem is tudom, hogy megérintődtem, de nem azt mondom, hogy mindenki tegye ezt meg. Hol van az, ami annyira közel van ma minden emberhez?
itt azt gondolom, hogy egy kicsit perspektívát kell váltanunk. Viszont a gondolatainkat át kell formálni. Ugyanis az, hogy az Isten közel van hozzánk, az azt jelenti, hogy minden ember az olyan közel van, hogy belül van. Ez nem egy kifelé vezető út. Az Istennel való találkozás nem azt jelenti, hogy valami külsőségnek kell megfelelni. Az Istennel találkozni itt bent lehet. És ez mindenki, ez rendkívül közeli hely. Mégis nagyon nehéz megtenni ezt az utat. Mégis valami más, ilyen külső nyomás sokkal jobban kínálja magát, hogy úgy találkozunk Jézussal. Az évféli misén találkozzak Jézussal, hogy a karácsonypallal találkozzak, hogy a bevásárlás forgatagában, nem tudom, hogy ott keressem, azt azért talán többen feladtuk. De a mai napnak a legjobb híre, ha csak egy gondolatot viszünk el, akkor azt vigyük el ma, hogy Isten közelebb van mi hozzánk, mint amilyen közel vagyunk mi saját magunk. Mert mi nagyon sokszor nem vág egybe az életünk, meg a dolgunk azzal, ami mi vagyunk, ami én vagyok. Megpróbál megfelelni valakinek, mutatok valami mást, és nem is vagyok már annyira közel magamhoz. De ha igazán engedném, hogy az legyek, aki vagyok, megtenném ezt a belső utat, akkor találkozok Istennel a csendességben. Ami megint csak nehéz ma. Nehezen megszerezhető körülmény. Hogy is lehet elcsendesedni? Érdekes dolog, hogy Pál, aki ezeket a sorokat leírta, a damaszkuszi úton találkozik Jézus. Addig annyi mindent gondolt a messiásról, a megváltóról, a vallásról, a hitről, Istenről. Volt egy képe az Istenről, főként ez a büntető kép, és legyünk őszinték, a legtöbb embernek ilyen képe. Úgy látszik, hogy egy istenkép formálással is jár ez a találkozás. Hiszen mindaz, aki eljött Napkeltre, az is azt hitte, hogy majd ott találok a jászolót, nem is gondolta, hogy jászolóhoz fog érkezni. Valami palotába kell menni. Hát elment Herodeshez, hogy most nem találjuk, hol van, hol keresünk. Nem a te palotádban lesz? Tehát az elképzeléseik mások. És Pál is, ahogy elképzelte, hogyha majd ő hűséggel üldözi a Krisztus követőket, akkor találkozik igazán az Istennel, de egyre idegesebben kereste őket, mert hiába fogott el akármennyit, és még mindig nem találta meg az Istent. És amikor a damaszkuszi úton megjelenik neki Jézus, és megkérdezi, hogy hát miért kergetsz engem? Akkor nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mi az az ezt követő esemény Pál életében. Mert ha jobban utána nézzük, akkor észreveszünk, hogy Pálnak ezt az egészet, ezt a hazaérkezést, ezt a megérkezést nem volt olyan könnyű megtennie. 3 évig. 3 évig a pusztában. Szerette volna tisztázni, hogy mi is történt vele. Ilyen hosszú út volt az, amit megtett. Ebből az agresszív, támadó, torzistenképpen rendelkező Pálból, hogy Saulból, hogy Pál legyen. Először letisztul az Isten képen, átalakul a hit világom. És azért jó lenne, ha valamilyen szinten mi akár csak ebből az üzenetből, hogy Jézus eljött a Földre, megismernénk azt, hogy hát nem kell tartanunk tőle, hogy találkozhatunk-e vele. Hogy az első találkozás az nem arról fog szólni, hogy számom ki, hogy mit csináltál eddig, hol voltál, miért azt csináltad, miért úgy, már megint mit hibáztál el. Talán ez a félelem nem könnyíti meg, hogy közel kerüljünk hozzá. De ez is jól van. Az Istennél ez is jól van. Megengedi, hogy megközelítsük. És azon az éjszakán, aki megközelítette, az rájött, hogy nem kell tartania az Isten jelenlététől. Nem jönnek vádló gondolatok.
egyszerűen csak csodálat van, és csendesség. És akkor lehet, hogy találkozom önmagammal, ami egy félelmetes dolog, miért vannak ilyen és olyan dolgaim, de ezek az én kérdéseim, és nem az Isteni lesznek. Az Isten közel van hozzánk, mint mi önmagunkhoz. A belső szentélyükben ott lakik. Nálunk az egyháznál nagyon sokszor szóba kerül az, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és akkor nagyon sokszor ilyenkor az egészséges testnek a dolgairól beszélnek következő gondolatként, és nem baj, legyen egészséges, és a testünk, én is vallom ezt, de hogy a testünk a Szentlélek temploma, az arról beszél, hogy a Szentlélek ott lakik. Hogy ti bennetek vagyok, mondja Jézus. Számtalan bibliai ige ígéri, hogy velünk lesz az Isten, és bennünk lesz. Hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig, ezzel mondta Jézus. És azt mondja, hogy az Istennek országa ti bennetek van. Akkor nem az a rándok úton fogom megtalálni. Az önmagammal való találkozás már egy fontos része ennek. A felvállalása annak, hogy ki vagyok, és hogy megállni előtte. Azzal, amivel esetleg ott állt egy pásztor, hogy most semmit nem hoztam. Ez vagyok én. Nincs nem semmi érték. Hát, van egy kis sajt a parisztában. Ennyi. Nem tudok felmutatni semmit. Jöhetne erre hibáztatás, hogy miért így csináltad, miért lettél pásztor, miért nem tudom, mit csináltál, miért nem úgy csináltad. Hát ez lenne az emberi elvárás, mert mi azzal szembesünk mindig, hogy valaki valamilyen teljesítménykényszer alá tesz bennünket. Valaki elmondja, hogy valamilyen nem jó az, aki én vagyok, nem jól csinálom, nem vagyok elég ügyes, nem voltam elég szeretetteljes, nem voltam elég szép. És Jézus csak egyszerűen, amikor ide lejött erre a földre, akkor bemutatta, hogy az Isten megközelíthető, egyáltalán nem félelmetes. És ugye jelenlétében lenni jó. És ez egyébként nem is változott az alatt a 30 év alatt, 33 év alatt, amit itt töltött a földön. Később is. Fesztelenül leült emberekkel az asztalhoz. Meglátogatott, mások által bűnösnek mondott emberek. És fogadta őket. Mert az Isten találkozni akar velünk. Mert, mint mondtam, közelebb van hozzánk mi, mint ahogy mi vagyunk saját magunkhoz. A keresztény lét, tehát nem egy ilyen etikai döntés, hogy úgy döntöttem, hogy jól leszek, vagy mit csinálok meg. Nem egy nagy eszme, hogy csatlakozom valami nagyszerűhöz, ami teremtette ezt a világot, és akkor majd én is része leszek valamilyen nagynak. Hanem ennek a középpontjában egy találkozás áll, mégpedig egy személlyel való találkozás. És ezt így írja le, hogy azzal a személlyel találkozom, aki azért jött el erre a világra, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Mindenjüknek odaadta, hogy aki hisz benne, annak örök élete legyen. És keresztelő János, amikor előkészítette ezt az utat, akkor azt mondja nekünk, hogy egyenesítsétek ki az Úr útját. És én sokat gondolkodtam azon, hogy ez mit jelenthet valamiféle. Hát nem is tudom, milyen gondolatok jártak a fejemben, de úgy látszik, hogy csak azt az utat kellene, azt a becsületes utat kellene kiegyenesíteni. Ami onnanak, aminek mutatom magam, aminek játszom magam, és aki igazán vagyok, a között egyenes útként szerepel. Hogy megérkezzek oda, aki tényleg vagyok. És az Istennel való találkozás csendességében ezt, amit van, ezt odaadja neki. És higgyük el, a legjobb kezekbe kerül. Mert az Isten, aki maga a szeretet, nem csak kitalálta, hogy legyen szeretet, meg hozott egy kis szeretetet, meg képviselt egy kis szeretet,
aki maga a szeretet, és nem tud szeretet, nem szeretetből tenni valamit. Nem tud. Vagy inkább úgy mondom, nem akar. Ez az ő lénye. Ő hív magához. Talán ez ilyen kicsit ijesztő is. De higgyétek el, belépve ott a ennek az egyszerű barlangnak, ennek az istállalak az ajtaján, ez a ijesztő, fenyegető dolog, ez elmúlik. Persze a bátorság útja, ki kell lépni abból a komfortzónából, ami eddig mutattam magamról, de így van értelme a karácsonyi találkozásnak. És akkor végül egy idézettel felnám gondolatokat. Nem a bűn hozta le Krisztust a földre. A legnagyobb rossz nem lehet oka a legnagyobb jónak. A szent megtestesülés a világ teremtésének ősoka, célja, értelme és jövője. Isten, a kapcsolat Istene, találkozni akar vele, és vár rá. Elérhető távolság van belőle. Mert az Isten közelebb van hozzám, mint amilyen közel én magamhoz vagyok.
gyülekezet ezzel a karácsonyi programunk véget ért. Mindenkinek áldott karácsonyt kívánunk. És hát, ahogy mondtuk, ami a szívben születik, azt utána természetesen egy a közösségben együtt elénekelve, elmondva Istennek, egy nagyszerű dolog. De valahol a Istennel való találkozás az egyénileg is belül történik. És utána, amikor valamit mondanunk, akkor jöjjünk el, és itt énekeljük el, mondjuk el neki, hogy miért vagyunk hálásak, ahogy tették a fiatalok is, áldott karácsony mindenkinek. És egy záró gondolat az, amivel kezdtem, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. Amen. Most pedig azért nem arra biztatunk senkit, hogy siessen haza, hanem így egy kicsit talán lecsendesedve, egy kicsit így megnyugodva. Csendeség. Jaj, csendeség, el fogjuk énekelni együtt, igen. És utána pedig mindenkit várunk az alapjára.